Független média felület Miskolcon. Halihó, itt a Civil Rádió Miskolc Articsóka rovata, melyben mindig egy helyi, de legfőképpen miskolci alkotót mutatunk be. Én Kocsi Semese vagyok, itt ül velem a stúdióban Szurdaki Judit. Sziasztok! És Barna. Szakás Barna. Barna. Bevallom őszintén, hogy Judit hívta föl rád a figyelmemet, hogy érdemes lenne meghívni ide a rádióba, mert ugye rengeteg alkotó van Miskolcon, aki nem kap megfelelő felületet, és most neked lett egy kiállításod az Adi Művelődési Házban. Most is folyamatban van, ugye október végéig megtekinthető. Az a címe, hogy Effektus, ugye? Igen, az a címe, hogy Effektus. Érdekes? Igen. Igen, érdekes. Erről beszéltünk Judittal, hogy ugye ő nyitotta meg a kiállítást, és mondta nekem, hogy ilyen furcsa ez a cím. Igen, igen. El is, megmondom őszintén, el is felejtettem. Tehát már az meglepett, amikor találkoztam ezzel a címmel, hogy miért éppen ezt adta a Barna a kiállításának. Aztán utána, hogy te rákérdeztél, elfelejtettem, hogy mi a cím, mondom, ezt újra meg kell néznem, mert hogy nem a cím, hanem a képek maradtak meg. És azt gondolom, hogy olyan képekkel találkoztam ott, olyan hatással volt rám, hogy mindenképpen mindenkinek ajánlom, mert ezek a képek rezgéseket, valamit sugároznak. Tehát ott abban a térben, az Adi Művelődési Háznak a felső galériája részébe minden oldalról ezek a képek néznek az emberre, és valami nagyon-nagyon jó világot tükröznek. Akkor halljuk szerintem, hogy miért ezt a címet adtad? Hosszas gondolkodás előzte meg természetesen, hogy egy jó címet találjak neki, ami kifejezi a én gondolkodásomat. Az effektusról mindenki először a hangtechnikára gondol. Holott a valódi jelentése az effektusnak irányított hatás. Ez a szó eredeti jelentése. Most ha valaki ránéz egy festményre, az egyből arra kell, hogy gondoljon, hogy ennek hatása van. Nekem ez így logikus, hogy milyen hatást érünk el vele, azt pedig én irányítom. Mondjuk nekem ez érdekes, mert hogyha nem ismerek, vagy nem tudok semmit egy alkotóról, és ez a kiállítás címe, hogy effektus, akkor arra gondolnék, hogy ez valamilyen elvont, ilyen absztrakt művekről szól, de ahogy én utána néztem, amiket te csinálsz, ezek inkább ilyen klasszikus művek, tehát majdhogy nem tanulmányrajzoknak, vagy tehát, hogy csendéleteket, tájképeket, portrékat, hagyományos stílusban, de minden nevű vagy, hogy előlegezzem meg, amit fogsz mondani, szerintem, mert ugye vannak még ezen túllépett dolgok is, amikor már így ilyen montásszerűen összerakod amikor valami érzést szeretnél kifejezni, és akkor figurálisan ott vannak hát montázs, vagy kollázs. Igen, tulajdonképpen az. És nekem az effektus, az egy ilyen, jaj, amikor mondjuk azt egy valamire, amit én ott egy absztraktba festek, hogy legyen az a címe, hogy effektus. Neked meg konkrét dolgok vannak, tehát figurálisan működsz. Igen, én a hagyományos figurális festészet híve vagyok. Ezen belül én úgy szoktam mondani, hogy én szeretem a látják, hogy mi van a képen. Uh-huh. Én ismerem meg, van én nekem is elvontabb képeim, de én ezeket abba hagytam. Megkérdeztetem, hogy miért? Mert hosszú idő óta az ember mióta bíbelődik ezzel a dologgal, mint én is 1980-tól. Egy idő után rájön, hogy festészeti irányzatok, stílusok jönnek, mennek. Az utolsó, a opartó kezdve, vagy a pointillizmus, vagy bármit tudnék említeni, az hol vannak most? Látunk ilyen festményeket? Uh-huh. Nincs. Az idő el fogja dönteni úgyis. Hát neóba, tehát így mímelik, így fel, elevenítik. Igen, én szerintem a
impressionisták óta semmi nem volt ilyen hatással a festészetre, mint az impressionisták, azóta nem maradt meg ilyen stílus irányzat. Ezek az új irányzatok, az új impressionizmus néven fut egy csomó dolog, de ez is szinte ugyanarra épül. Itt én szerintem a témába lehet csak újat csinálni, mert az emberek már mindent lefestettek, amit el lehet képzelni. Megkérdezném tőled, ezt elfelejtettem a kiállítás megnyitásán megkérdezni, pedig szerettem volna, hogy hogyan indultál, teljesen autodidakta módon, vagy pedig voltak segítőid, mestereid? Én 40 évig Ózdon éltem, 61-től, és Ózdon egy teljesen véletlennek köszönhető ez az egész dolog. Ott találkoztam a gimnáziumnak a rajztanárral, Mikó tanáróral. Ő még Leningrádba végezte el a főiskolát, ő festészeti szakon végzett, és őt megtaláltuk valahogy egymást, ő nála kezdtem el gyakorolni az ő irányításával, de még ezt megelőzően a legelső olajfestményem úgy készült, hogy a szomszédom egy alkoholista srác volt, akinek az anyukája festegetett, ilyen amatőr festő volt, és nem volt pénze borra, és ellopta anyától a festéket, és eladta nekem, hogy adjak érte valamennyi pénzt. Én megnéztem, mit lehet vele kezdeni, mert nem is láttam még addig olajfestményt. Tehát így kezdődött az egész olajfestészeti korszak. Ez a történet már beleillene egy másik műsorunkba, a Miskolci Underground szubkultúra kialakulásába. Ez szerintem, mert kb. Ott voltak ilyen történetek. Ez a szomorú, hogy ez a valóság. És aztán futottam össze a Mikó tanárról, aki már azóta elhunyt, és ő adott nekem könyveket, képzőművészeti szakközépiskola könyvét, hogy azokból próbáljam meg lemásolni a rajzokat. Én ezt a 4 év anyagát egy hónap alatt lerajzoltam, mondta, hogy jó, akkor ezt hagyjuk, lépjünk tovább. Tehát így kezdődött. Tehát akkor végül is te így nem tanultál iskolában, hanem ilyen autodidakta módon. Így van, alkotótáboromban. Tehát tanulmányrajzokat te ezt végigcsináltad magadtól. Így van. Amiből utána saját gondolatok születtek. Alkotótáborokban lehet most bárkinek, ha van elég készpénze, és ott ilyen mesterek irányításával lehet gyakorolni. Aztán például a velencei tónál kitalálták, hogy a turisztikai forgalom fellendítésére csinálnak festőversenyt. Azt láttam, hogy többször szerepeltél. Nem, 4-en voltam, mert ez meghívásos alapján ment. Az elsőn már ott kaptam egy külön díjat, onnan tudják, hol van Sóstófalva azóta. A Gregor József adta át a külön díjat a legzöldebb barna humoros megjegyzésével, még akkor ő is élt. Itt voltam 4 alkalommal, 3-szor kaptam külön díjat, úgyhogy én meg voltam ott is elégedve. De akkor ezt már csapd le, szerintem. De neked mi a célod azokkal a képekkel, amit festesz? Tehát, hogy jó, gondolom van megrendelésre is, de amikor magadtól... De rendelésre csak portrékat csinálok. Mással nem foglalkozom. Nekem az a célom, hogy én egy kis faluba élek, egy kis Rákfaluba. Ez hol van? Sóstófalva. Ez 20 kilométerre van Miskolctól csak. Egy pici kis falu, 250 fővel. Ott lakunk, és mivel én nekem hivatásos állásom nincsen, nekem azzal telik el a napom, hogy reggel állatokat edetek, stb. És festegetek, ha van időm. Én ezt szeretném, hogy amit én ott át tudok élni, ebbe a kis nyugalomba, meg amit látok magam körül, azt vissza tudjam adni. Ott ugyanúgy van a kiállításon is nálunk a faluba, mint az egész országban, vagy a világon bárhol, vannak hajléktalan. Igen, igen. Nem tudom, hogy azt figyelted-e, tehát a hajléktalan kép, illetve a hajléktalan annak a cél, nem? Igen, hajléktalan. Igen? Tehát nagyon-nagyon jól visszaadja ezt az érzésvilágot. Szerintem Barna nagyon jól fogja meg az embereknek a, mondjam azt, hogy a lelkét. Tehát igazából mit akar a festő? Mit akar a festő? Tulajdonképpen valamit, amit ő lát, vagy amit ő leredukál a környező világból, azt szeretné visszaadni. Hogy te is látsd, vagy a másik is, vagy a harmadik is.
amikor megnyitottad a kiállítását, most október 4-én, vagy hogy igen, volt a kiállítás megnyitó, akkor mit mondtál, ilyeneket? Igen, ilyeneket is. És én sok mindenről beszéltem akkor, többek között, amit most is szeretnék megkérdezni tőle, hogy halljátok ti is, illetve a hallgatók. Nagyon tetszik, amikor felkért Barna, nagyon megörültem neki, mert nagyon tetszik a stílus, ahogyan ő dolgozik. Igen? Jelentkezek. Honnan ismeritek egymást? Egy alkotó közösségbe tartozunk, a BAK közösségnek vagyunk a tagjai. Mi ez? BAK. Ez a Borsodi Alkotók közössége. És itt találkoztunk, és először itt találkoztam, és én tulajdonképpen Barnának pontosan a modern, az elvontabb dolgaival találkoztam, és én nem is tudtam, hogy ő majdnem, hogy fotorealista stílusban is fest. Úgyhogy engem ez a kiállítás, amikor felmentem, délelőtt felmentem még a megnyitó előtt jó pár órával megnézni, és akkor megdöbbentem, hogy a szilva, nem tudom, hogy a szilvás képet láttad-e. Hát az olyan, hogy oda nyúlsz, és mindjárt leveszed, vagy leszeretnéd venni a szilvát. Az a kedvencem. Igen, tehát a szilva hanvasságát így megcsinálni, az egy akkora tudás, meg egy akkora, nem is tudom mi, ilyen itt Isten áldotta a tehetség, én azt gondolom. Nekem olyan érzésem volt Barnával kapcsolatban, hogy így kicsit magamat láttam benne, hogy hova csapódjak. Tehát, hogy hol ehhez van kedvem, hol ahhoz van kedvem, most ezt megcsinálom. Mert milyen érdekes az, hogy a szilván, az a szürke maszat, ami rajta van, az hogy van elkenődve, de egyébként meg tök jó, amikor egy öreg néni megfesthetek, hogy az tényleg úgy néz ki, és izgalmas. Természetesen nem azok a klasszikus basszus, meg kell festenem, vagy meg kell rajzolnom, hogy megrendelésre azt a portrét, és akkor így nyűg, de megcsinálom, mert ebből élek, hanem amikor így látszik, mit tudom én, 5-5-ből egy, amikor azt mondod, hogy igen, erre most így rákattantam, és most ez engem érdekel, hogy én is így szétzilálódok, meg nem találom a saját, illetve találom, mert tudom, hogy mit szeretnék én is, de mondjad, hogyha nem, hogyha veled nem így van, hogy tudom, hogy én mit szeretnék csinálni, csak az nem biztos, hogy piacképes, vagy nem biztos, hogy érdekes. Akkor szerintem mondd el, Barna, hogy te mit szeretnél. A nem hivatásos képzőművészeknek van egy óriási nagy előnye, hogy nem kell megfelelni semmilyen elvárásnak. Hát azért a szabadságnak egy óriási nagy foka, ha valaki azért fest, mert ő ezt akarja festeni. Hát te természetesen, én is ilyen ötletszerűen, vannak egy csomó ilyen dolog. Egyre figyelgetek már most tudatosan, hogyha valamit elkedek, mert megtetszem, de a szilvából is az volt az első, ott volt az asztalon, semmit nem kellett csinálnom, csak megláttam, hogy milyen jó lenne egy ilyen szilvát festeni. Utoljára általános iskolás koromban festettem ilyeneket, hát azóta nem kellett. És hogy most, hogy tudnám megcsinálni, mikor már az ember ismer egy csomó technikai dolgot, amivel tudja, hogy amit ő szeretne kifejezni, azt hogy tudja megcsinálni gyakorlatilag. Meg már máshogy látod a dolgokat. Persze. Másképp látom, de annyiféle stílusba fest az ember az évek során, hogy ki tudja választani azt, hogy ezt milyen stílusba fesse meg, hogy visszaadja azt az érzést, amit ő gondol. Hát ez a szilvás dolog is, hát szinte nincs rajta semmi, van egy egyszínű háttér, meg egy előttés, magák a szilvák elkezdenek élni. De az is már lazúrral kezdve minden van rajta, ettől látszik ilyennek. Na, de ez egy technikai kérdés. Itt az a lényeg mindig, hogy az ember meglátja. A festők úgy járkálnak, kelnek, hogy megy az utcán, meglát valamit, és rögtön kép kivágásba képzeli el, mint egy fotó. Ez így van. Egyébként Emese is tudja, mert hogy neki is vannak ilyen megmozdulásai. Ilyenekkel foglalkozik, az általában, hogy valahogy itt a
tudom én, a Széchenyi utcán végig megy az ember, és akkor rögtön ki tudná választani, hogy na ez a rész, ami érdekes, a többi meg nem. De szerintem az az érdekes ebbe azért, Barna, ami a kiállításon most történt, hogy mi a csendileteket, a gyümölcsös csendileteket, miért abban a stílusban, mert azért a kiállításon egyébként nekem szívem csücske a többi, ami a modern felé megy már el, ami azért már másabb, sejtelmesebb, elvontabb, bár még mindig nem az a nagyon elvont dolog, tehát értelmezhető. Hogy miért pont ehhez nyúltál? A Szilvánál, vagy a hát nem csak Szilva volt ott más is. Hagymánk. Igen, hogy miért ehhez a stílushoz nyúltál? Miért a realista vonalhoz? Ez akkor jutott eszembe, egy internetes barangoláson láttam mesterképzéseket a nagy nevű festőknek, ilyen nagy stúdiókba, és ott is ilyeneket gyakorolnak. Most az, hogy kicsi a kép, vagy egyszerű a téma, azt óriási élmény nekem most már ugyanúgy megfesteni, ahogy én gondolom. De hát ehhez kell ez a több éves gyakorlat. Hát azért van az, hogy a gyerekek, ők másképp látják a világot. Így van, úgy is fest. Én már 60 év fölött egész másképp gondolom a festészetet is, hogy én így meg tudom oldani, és nekem ez már nagyon-nagyon élvény. Uh-huh. Én azt szeretném megkérdezni, hogy érezted magad a kiállítás megnyitásán? Jól, természetesen jól éreztem, ez egy öröm. Figyeled ilyenkor, hogy mert nekem izgalmas ez, hogy mit érez olyankor a művész, tehát figyeled ilyenkor a reakciókat az emberek arcán, vagy várod azt, hogy oda menjenek hozzád, vagy tehát, hogy nem azt mondom csúnya szóval, hogy mi az elvárás a művész oldaláról, mert én tudom nagyon jól, hogy a művészek nagyon-nagyon szeretnek beszélni a munkájukról, magukról, ha van érdeklődés. Nem mindenki, de zömében azért inkább a kapcsolat. Tehát szeretnek kapcsolatban lenni az emberekkel. Szeretik a visszajelzést, hogy te kaptál-e a kiállítás alatt ilyesmit. Az egész kiállításoknak ez a lényege, hogy az ember otthon festeget, és ez természetes, hogy szeretné megmutatni másoknak. És az még természetesebb, hogy ha már megmutatja, akkor kíváncsi is a véleményükre. Hát itt is rengeteg visszajelzést kaptam, sokan, ugye a gratulációkon kívül. Ebből azt tudom mindig leszűrni, hogy olyan érdekes, hogy az ember odavisz most 25 festményt, és a 25 festményből mindig ugyanaz a 2-3, ami általában az emberek többségének tetszik. Én szerintem nem is az a legjobb mindig, de és csodálkozok rajta, hogy de meg honnan tudják? A általános iskolás gyerektől kezdve bárki jönnek is mondják, hogy neki az tetszik, amaz tetszik. Ezt én is aláírom, igen. Tehát vannak ezek a populáris művek, hogy mindenkinek azt tetszik. Nem tudom én se, hogy miért. És utána megint csinálsz, mit tudom én, 10 képet, és megint lesz egy, ami mindenkinek tetszik. Nem tudom én se, hogy miért. Viszont azt szerettem volna kérdezni, hogy mivel már volt előtted itt egy festő, akinek a kiállításáról beszéltünk, hogy ő viszont azt mondta, hogy nem szeret kiállításokra járni, mert ő így nem szereti, ugye Kovács Anikóról beszéltünk, hogy, igen. Hogy ő nem szereti, hogyha egy kiállításon ott így oda mennek hozzá, tehát akkor ez se általános, mert akkor te megcáfolod. Én neked saját jó problémról. Hát uh-huh. Én kapok visszajelzést. Hát amúgy uh-huh. Honnan? Ő se. Tehát ugyanígy van szerintem ő is. Jó dolog az, jó dolog. Szerintem is. Lehet, de azért ebben lehet, hogy vitába szállnék, mert igazából nem tudom, a képzőművészek zöme, vagy a kollégák zöme, legalábbis én így gondolnám, nem biztos, hogy helyes, ahogy gondolom. Tehát a képzőművészek azért úgy dolgoznak, hogy megvan a munka, a kép, és amikor már kifestetted magadból, elengeded. Útjára engeded a képet. És utána már igazából, de mondjad, hogyha így szintén így gondolod. Tehát utána már az, akkor visszajön itt, hogy effektus, hogy irányított,
valami, de igazából majd a néző fogja eldönteni, hogy akkor ő ebből mennyire befogadó. És szerintem a művésznek már ez majdnem, hogy teljesen mindegy. Az jó érzés persze, hogy oda jönnek gratulálni, de igazából elengedted. Mint például szembeállíthatnám az előadó művészekkel, mondjuk egy előadó művész, aki verset mond, az akkor, abba a pillanatba kell neki teljesíteni. Tehát nem tud, tehát neki ott kell akkor abba a pillanatba helytállni, a festő viszont már nem tudja visszacsinálni. Tehát amikor már te megfestettél egy képet, és te már kiraktad a nagy közönség elé, onnantól kezdve meg is verhetnek téged, vagy megdobálhatnak tojással, mert nem tudod visszacsinálni. Tehát azért van ebben egy valamiféle bátorság is, jó nagy bátorság, amikor, vagy mondd el a véleményed, hogy te hogy gondolod. Hasonlóképpen gondolkodom. Tényleg így van. Mikor kész a kép, pláne ha kiállításon szerepel, akkor onnantól kezdve önálló életet él. Már nem tud az ember mit kezdeni. Épp ezért érdekes az, hogy miért pont az a két-három kép tetszik a többségnek. Ez egyáltalán nem azt jelenti, hogy szerintem az a legjobb kép, de hogy miért pont az is, és ezeken lehet elgondolkodni, hogy ez az irányított hatás, ez az effektus, miért ő rájuk, miért az hat ennyire az emberekre. Erről van szó az effektusnak. Van rá esély, hogy esetleg a mostani kiállítás visszajelzései miatt elindulsz egy irányba? Nem. Hatással van rád? Nem. Az effektus? Nem. Abszolút nincs elmatása. Mármint, hogy milyen témájú képeket fessek ezek után, vagy valami. Nem. Nem. Mint visszajelzés, épp azért mondom, hogy milyen érdekes, hogy az mindig az a két-három kép tetszik a többségnek. És mi volt az egyébként? Mi volt ez a két-három kép? Van egy képem, az egyszerű élet, az öreg asszony fejkendőbe, semmi extra, 100 millió. Ez a fekete háttérben zenéli? Találtam, az is úgy készült, hogy találtam attól egy régi, magyar régi keretet, ilyen szuette keret, megfújtam egy kis aranyfestő össze-vissza csargot, hogy látszódjon, hogy ez már nagyon régi, és egy ilyen keretben gondolom, mit lehet festeni. Alkotótámorra készült a kép, úgyhogy többiek látták, ott festettem. Ezt mindenkinek tetszik. Az a cím, hogy egyszerű élet. Egy öreg asszony, csak egy fej. Mm-hmm. De a maga egyszerűségébe. És azt gondolom erről, mert az ember gondolkodása olyan, hogy hát mindenkinek van nagymamája. És akkor arra asszociál, hogy nézd már, hát tényleg így volt. Még érzelmi alapon működünk. És akkor ezért. Mm-hmm. És erre ezért jó kiállítás, hogy mindenkiben olyan hatást vált ki, hogy ezeket lehet lemérni. Nem azt tartom a legjobb festményemnek természetesen, de akkor van a másik, a szilvák, egy egyszerű téma. Ott megint ugyanez a hatás, hogy hát mindenki látott ma az asztalán szilvát, csak én megfestettem. De hát az megint rajta. Más, amikor nem egy fényképet nézek, hanem hogy így oda van vetve. Igen, ugye? Ez így van. Nekem azt tetszik. Közelről igen. Nem olyan egyszerű, sok-sok nyom minden van rajta. Mm. Aztán van még egy kép, az Isten lábánál című kép, azt tetszik még nagyon sok embernek, az már nem az én tulajdonom, azt tavaly megvásárolták tőlem. Van itt egy néma vendégünk, aki mutogat hát maga erre, hogy neki is azt tetszik. Haragszik ért, hogy eladtam. A feleséged. Ő csak mosolyogva hallgat. Most kölcsön kértem a kiállításra. A festészetről így tudok, hogy teljesen véletlenül egy alapozásnál összekevertem egy valami rossz hígít, aromásig, hogy fene tudja, hogy milyen hígító ment rá, és összekapta az alapozás, milyen kis apró kráterek keletkeztek, és hirtelen, hogy le akartam törölni, az mégis ott maradt, és egy csomó ilyen kráter van a felületen. Tehát mint egy dombormű olyan lett az egész alap. És onnantól kezdve már csak a fantázia múlt, hogy mi lett belőle. Nézegettem a képet, hát olyan, mint egy birkaszőr, meg egy bőrdarab, és akkor jött a 1000 éves pásztor modell, a Bedouin pásztor nyakába a birkával, és az lett rá festő. De az már, mikor megvan, akkor már megcsinálni egyszerű.
De ennek is ugyanilyen siker van, és nem tudok még egyszer egy ilyen alapot csinálni, hiába próbáltam. Egyébként én el vagyok ájulva a birkás képeitől, és ez egy közös vonás közöttünk, mert hogy engem is izgatnak a birkák, és... Ne gondoljon senki semmi rosszra. Igen. Lenne egy kós képed van. Bárányom is van. No. Bárányos képem is van, és nagyon izgatott az, ahogy technikailag megcsináltad. Nagyon tetszik egyébként, az már egy modern felfogás, és úgy néha, amikor találkozunk nagy ritkán, akkor hú, akkor neked is van birkád, nekem is, tehát egy ilyen birkás kiállítást össze kellene már egyszer hozni. Miért izgat téged ennyire egyébként? Miért festetted meg a birkákat? Mert nekünk volt kettő. Gondoltam. Nekem van egy kecsketartó író ismerős, aki kecskékről is írt már. Tehát ez egyértelmű volt, hogy valami kapcsolódás van. De hallgassunk már meg egy számot, és akkor utána beszélgessünk a szokásos, ezt most mindenkitől meg fogjuk kérdezni ebben a rovatban, hogy a White Cube Feeling, tehát ez a galéria, a kiállítás, ez miért jó, meg miért nem jó? Szeretnélek téged is megkérdezni erről. Jó. Rendben. Hosszú nappalokon s éjszakákon át feküdt betegen kislányhoz egyszer egy látogató jött, aki egy festményt hozott magával a karján. Elmondta a kislánynak, hogy ezt a képet ő festette régen. Festett még sokat, mégis ez a legkedvesebb, és ezért ezt az egyet bár. Leányról, s elhozta a festmény, az ára csak egy mosoly. A kislány erre csendes szóval így válaszol: nagyon köszönöm a képet, s azt, hogy így kedves volt. Festő sajnálta, hogy műve ennyit ér, elment s elvitte a csodálatos festményt. S csak arra gondolt, vajon mit tegyen, hogy a fecske pár még télen is ott őrizze a fészkét. A kislány elfeledte gyorsan ő. Na, itt vagyunk megint az Articsókában. Visszajöttünk. Barna, mondd el nekem, kérlek, hogy mi a véleményed arról, hogy egy művésznek mindenféleképpen valamilyen köztudatban levő galériában, ez a White Cube környezetben kell-e megjelennie? Szükséges-e ez? Vagy van-e szerinted más platform is erre? Véleményem szerint igen, szükséges. Időnként muszáj, hogy megmutassa az ember magát. Egyrészt a figyelemfelkeltés miatt, hogy itt vagyok, meg élek egyáltalán, hogy én is festek. Uh-huh. A menedzselés az egy teljesen más kérdés,
vannak galériák, akik saját kiválasztott művészekkel dolgoznak, és azokat ők tudják menedzselni. Ez a műkereskedelemben ez így megy fölfele a képára. Judit, szerinted? Igazából én úgy gondolom, hogy az eddigi tapasztalataim alapján, hogy szükséges lehet, de nem találkozik a nézőkkel, nem találkozik az utca emberével. Tehát most mit akarunk elérni? Tehát azt, hogy ismerjenek engem minél többen, hatni akarok, és mint ahogy mondtad, hogy igen, itt vagyok, még élek, most ez jó, ez nagyon lesarkítva, de mert nem azért fest az ember, nem azért fest, hogy most tudják, hogy én létezem és élek, hanem mert muszáj ezt csinálnom. És azt gondolom, hogy te is. Tehát nem tud a művész ennélkül létezni, nem tud más lenni. És a kérdésedre válaszolva, eltávolodnak a galériától az emberek, nem mennek be. Az már nagyon jó, ha bemennek a megnyitóra. Az már nagyon-nagyon jó. És akkor utána egy süket csönd van, és nem ez a cél. Tehát én azt gondolom, hogy akár egy étterembe, most nem azt mondom, hogy menjünk ki az utcára, bár az utcára is ki lehet menni, akár egy étterembe, vagy egy állomáson, vagy egy, most hirtelen ez jutott eszembe, sokkal több ember látja, és sokkal több ember benyomot hagy, és talán valamiféle közeledést lehetne, hogy ilyen kép is van. Nem találkoznak már lassan az utca embere, nem találkozik a művészettel. Meg hát gondolom eljut az ember egy idő után, amikor azt mondja, hogy jó, én magamnak megcsinálom ezeket a dolgokat, amit én így ki szeretnék fejezni, de egy idő után már ott van, hogy de akkor ezt már lássa meg valaki, meg szeretném megmutatni. Vannak ilyen ismerőseim, barátaim, akik azt mondták, hogy jó, hát én csak magamnak alkotok, de egy idő után eljön az a pont, amikor szeretném megmutatni, maximum így mások nyomására, hogy hát ezt másnak is látnia kellene. Te el tudod képzelni, Barna, hogy ilyen extrém környezetbe is kiraknád, vagy látsz benne potenciált? Hogyne, hát én 2003-tól már magamnak sem jegyzem, hogy hol volt kiállításom, meg egyáltalán hol volt közös kiállítás, mert ilyen nacionális se vezetem, mert annyira nem tartom fontosnak. Az embertől kérnek, ha valahol felmerül egy kiállítás gondolata, akkor az embertől kérnek nacionálit, hogy hát mégis ki vagyok, hogy vagyok, és akkor ez a szokásos, van egy lista, hogy innentől itt volt király, ott igen, volt király, stb. Szerintem is sokkal nagyobb hatása van, hogyha az ember magának csinálja, vagy elmegy olyan helyekre, ahol ismerik. Uh-huh. És akkor egy ilyen egynapos dolog, például én járok a szülőfalumba, Tiszakarádon születtem, én a Borsod megyét nagyon hagytam el életembe. Uh-huh. És Tiszakarádon a művelődési ház vezetőjével csináltunk egy gyerekrajztábort. Hát ott elég sok hátrányos helyzetű van, de imádták. Egy hétig volt, ott is sajnos polgármesterváltás volt, és ez megszűnt. Ez 6 évig ment. Mai napig vannak, akik diakat nyernek a gyerekek között, de az egy nagyon jó élmény volt ott. Én is tudtam festeni, gyerekeket tanulták, együtt voltunk egész nap, de már ilyenek sincsenek. Tehát ott jó volt. Szerintem egyébként Barna arra gondolt a mondat elejénél, ami viszont igaz, hogy a művészettörténészek, amikor figyelnek bennünket, hogy ki mit csinál, ki hol jelenik meg, akkor viszont a galériákat, ezeket a fórumokat jegyzik. Tehát az, hogy te most egy étterembe bemész, ő ezt nem jegyzi. Lehet, hogy rengetegen látnak. Tehát itt van a dilemma a művészekben, hogy akkor most mit csináljak, hogy mi történik. A másik dolog pedig az, egy művészettörténész mondta nekem, amit szintén az előbb említettünk, hogy aki művész és otthon bezárva csak úgy magának fest, az hol művész? Tehát a művésznek az a feladata, igen, lehet tökéletesen jó, meg nagyon ügyes, meg nagyon tehetséges, de a művésznek az a feladata, igen, hogy akkor én ezt, ahogy te mondtad az előbb, mesél, hogy megmutatom, meg akarom mutatni magam. Tehát uh-huh. Azért a festészet, vagy bármilyen művészeti ág, egy kifejezési forma, tehát valószínű, hogy azért találom meg, mondjuk Barna azért a festészetet találta meg, mert a festményeink keresztül érzi úgy, még ha nem is fogalmazódik meg, hogy én akkor azon keresztül meg tudom magam.
magam mutatni. Aki ír, az valószínűleg az írásain keresztül tudja magát jobban megmutatni. De azért valóban igaz az, hogy meg kell jelennünk ilyen helyeken, de igen, ezáltal viszont az utca embere nem fog téged megismerni, mert nem megy be. Nem megy be. Mondok egy példát. Nem tudom, hogy ismeritek-e a Tóth Mennyhértnek a történetét. Ez egy jó nevű magyar festőbácsi, aki szintén micsoda véletlen egy kis falunak a végén lakott. Míg nem, a Magyar Nemzeti Galéria kurátora felfedezte, hogy ők régen valamikor együtt jártak a képzőművészetire, és onnantól kezdve 60 vagy 70 éves korában az öreget felfedezték. És akkor, mikor ő elkezdte menedzselni, onnantól az ott most nézi szét a műtárspiacon, Tóth Mennyhértnek a festményei az egekben vannak. Tehát hiába bármit csinálhat, ő is csak a faluba festette az embereket, ahogy ő látta. Annyi, hogy ő neki volt papírja legalább róla, hogy ő elvégezte a főiskolát. Még így visszatérve, én még mindig erőltetném ezt a megjelenés témát, hogy jó, most van az Adéban egy kiállításod. Most megnézhetik az ember, a miskolciak, meg aki idejön, hogy te ki vagy, meg miket csinálsz. De én még mindig azt kérdezném, hogy te vevő lennél egy ilyen, tök mindegy, hogy hol. Csak az, hogy kirakod a képedet, mindegy, hogy ki látja, nem kell, hogy művészettörténész lássa, nem kell, hogy ilyen-olyan kuratóriumi tag lássa, hanem az, hogy ugye a köznépnek megmutatni, az benned van, vagy te ragaszkodsz ahhoz, hogy igen, ilyen prominens személyek lássák? Félreértettél akkor, én azt mondtam, hogy az embernek muszáj ilyen kiállító helyen csinálni képeket, időnként megmutatni magát. Attól függetlenül én mindenben benne voltam már, azért mondom, hogy a gyerekekkel. Én ezt elfogadom, hogy te azt mondod, hogy muszáj. De Miskolcon is van ilyen. Hát csinálják, van egy csoport, akik itt festettek. Sok csoport van. Igen. Azok is csinálják, kint festenek ott élőbe, vagy fönt a vasnál, hát hallottam ilyet. Ez nem újdonság, vagy arra gondolsz, hogy kézképeket csak úgy kitenni valahova? Akár, aha. Vagy egy témára behívni téged, hogy kiben mit mozdít meg. Szóval én örülök neki, hogy eljöttél, és hogy ha hallotta valaki, akkor tök jó, hogy megint jött ide egy alkotó, és be tudtunk mutatni valakit, és még majd remélem, hogy valami más apropóján is találkozunk. De is festészet napja van. Ma. Tényleg, a magyar festészet napja van. De ez lehet, hogy csak véletlen. Jó, hogy mondod. Én ezt tudtam is. Nem tudom, ismeritek azt a John Lennon mondást, hogy nem számít, hogy nem szabad elkeseredni, hogyha valami szépet alkotsz, és nem látják. A nap is minden nap csodás előadást tart, és a közönség nagy része még alszik. Ez igen. Már alszik. Most... Mik a terveid a következő időszakban? Nem az, hogy mire számíthatunk, hanem mivel rukkolsz esetleg elő? Na most már elhatároztam a következő témát, az már megvan. Mi az? Hát ilyen életképek lesznek a mai fiatalokról. Az nagyon... Jaj, jut eszembe! Ezt muszáj vagyok megkérdezni, de jó, hogy mondtad. Ahogy én néztem a képeidet a közösségi oldalon, akkor láttam egyet, ami nekem nagyon tetszett, hogy ilyen graffiti van a háttérben, és egy csávú így rágyújt éppen. És nincs ott cím. Ózd 2000 a címe. De még én ott így néztem is a kép alján, hogy van-e cím, de csak a aláírásod volt rajta. Meg hozzáírása volt. Majd írjál már hozzá. Na mindegy, hogy az kivel készült az a kép? A Lestán László nevű ózdi úriemberről készült. De ezt te magadtól? Igen. Akkor egy csipegető nevű alkohol elvonó üzemeltető intézetben voltam pultos, és ő ott volt törzsvendég. A rendszerváltás után munkai baleset folytán elvesztette a jobb lábát tértől lefelé. És ugye rokkanyugdíjas lett, és mivel ott volt minden nap, beszélgettünk, és mondtam, hogy hagyj fessem már le, megkértem, hogy csinálnék róla az ajtóba, hogy szokott dohányozni, és így meg is el is készült a kép.
azon teljes alakos életem legelső önálló kiállításán ott volt, és ő is ott volt személyesen, arról egy fotóm is, megtisztelt, hogy eljött. Azt a képet nekiadtam, és utólag gondolkoztam rajta, hogy hát csak meg kéne a Laci csinálni még egyszer, hogyha ha már ennyire összejöttünk, és akkor készült ez a félkép, ahol rágyújt. Itt a mankója már alig látszik a hón alatt, és a falon az ott, és így volt akkor, hogy Európa, meg fuck you, meg stb. Ezek a firkálások. Igen. De azt én is a képen krétával rá firkáltam a festményre. Tehát az nem is festék. Tehát az ember így elengedi a fantáziáját néha. Nekem az nagyon tetszett. És ez a Laci barátom, amikor én már azt hiszem, hogy csak hallottam, hogy öngyilkos lett, leugrott a nyolcadikról, és nekem ez az egész embernek a sorsa olyan volt, mint Ószt akkor, miután bezárták, hogy hát, hogy épültek le ott az emberek. És az élet Ószt két, ez a kép címe. De olyan érdekes, mert nekem is volt egy ilyen érzésem, hogy ez egy ilyen emlék, ez igen. A kép. Lehet, hogy... Én 2002-ben költöztem el Ószról, 40 év után, mert akkor lett elegem mindenből. Akkor volt egy ilyen törés az életemben, és akkor úgy döntöttem, hogy na, innen most el kell menni. Akkor Majkával nem válasz közösséget. Majka nem is Ózdi. De én úgy Borsod-Szentgyörgyi, csak ahol én laktam, azzal szemben lakott egy palában. Ja, a legközelebbi nagyváros. A barátnőm. Én így tudom. Jó, bocsánat a kitérőért. Szóval ez nekem felkeltette az érdeklődésemet, úgyhogy én azt mondom, hogy valami hasonlókat várnék én, bár tudom, hogy ez nem számít igen, semmit. Hasonlók lesznek, csak nem így megvalósítva. Mikorra várhatjuk? Pár év. Nem. Mert itt mindig a piszkos anyagiak szólnak közül, hogy legyen mire festeni egyáltalán. De azért egy kérdésem még hagy legyen már, hogy ha úgy elkap a hív, és, vagy az ihlet, vagy nem tudom minek nevezzük, akkor volt már olyan, hogy éjszaka is felkeltél, és azt mondtad, hogy na jó, ez most meg lesz. Olyan nem volt, hogy felkeltem éjszaka, és festettem, olyan van, hogy napokig festek. A reggeltől estig, amíg el nem fáradok, olyan van. De hát akkor nagyon érdekel valami. Kivárjuk hát, a következő anyagot akkor. Most jön a tél, beszorul az ember, nincs kertes házban, nincs ilyenkor olyan munka, csak ilyenkor lehet festegetni. Kíváncsi vagyok, csak tűrjük a higiét ószagot. Nem, most nem kell. Van egy új módszer, már nem kell jégítószagot szagolni. Ezt mondd már el más alkotóknak, mert ez probléma másnál is, úgy hallottam. Igen, mert mit csinálsz? Azért találták az akrib festéket, hogy ne kell jégítő. Nem jó az. Mindjárt befejezném, jó? Én nem festek akrillal, én gyűlölöm, én nekem nem szeretem az én világom az akrill, nem hidegek a szín, abból nem lehet szín csinálni. Na de azért találták ki, akik nem bírják a hígítót, meg allergiás rá. De az olajnak is van most már egy sima petróleummal lehet égíteni, kész, nincs szaga. Ez nem büdös? Szaktalommal a petróleum. Igen, én is azzal dolgozom, ez egy szak, de már évek óta. Nagyon ez egy szaktalan hígító, igen, és bárhol. Én is az olajra esküszöm, a művész olajra. Imádom azt az anyagot, tehát semmivel nem lehet olyat. Lehet akrél, meg is sok mindent lehet csinálni, igen, de nem tudja pótolni a színeket, nem tudja. Eleve illata van, tehát az olajfestéknek, és most már nem kavar be a hígító, igen, és bárhol, zárt térbe, bárhol lehet vele dolgozni. Petróleummal hígítsam az olajat? Igen, szaktalan petróleum, mert lehet vásárolni, ugyanúgy, mint a hígítót. Egy literes üvegben 1000 forint körül. Igen. Létezik a piacon évek óta, úgyhogy aki esetleg próbálkozni szeretne, vagy még nem váltott, annak szerintem most ajánlom, hogy érdemes váltani, mert azért kerüljük már el a technikai veszélyeket mindenféle területen, hogyha egy mód van rá. Azért szét kell nézni a piacon. Jó pap is volt itt tanul. Hogy mik az új anyagok, tehát azért nem szabad lerakni. Jó, azt mondjuk, hogy az olajra esküszünk, igen, de hát egy csomó új anyag van még a piacon. Olyan jó a terpentin szaga, amíg meg nem fullesz tőle. Én annyira nem élveztem, megmondom őszintén, úgyhogy én nagyon örültem, hogy egy kedves barátnőm felhívta rá figyelmemet, és abban a pillanatban váltottam. Jó van, köszönjük szépen a szakmai tanácsokat is. Meg hogy eljöttél ide balra.
Örülök, hogy itt voltam veletek. Köszönjük a meghívást. Sziasztok. Sziasztok. Szia. Civil Rádió Miskolc.